Hivatalos adatot erre vonatkozóan nem találtam, tehát kezelhetjük úgy, hogy a PDC kötelékében, tehát a PDC égisze alatt megrendezett tornákat tekintve ez az első alkalom, hogy összecsapnak egymással. Nem volt sem Players Championship, sem European Tour forduló, amikor összeakadtak volna. Ugye az alapvető különbség kettejük között az az, hogy Ricardo Pietrescu-nak nem kellett selejtezőt játszani, hogy itt legyen Jénában, hiszen ő, mint az egyik legmagasabban, tehát alanyi jogon, tehát van, alanyi itt. Jogon van itt, mivel ő volt az egyik olyan német játékos, aki kiemeltként ugye nem jöhetett számításba, mert a Pro Tour ranglistán ugye nem volt a legjobb 16-ban, viszont a világ ranglistán elfoglalt helyezése alapján selejtezőt sem kellett neki játszania, mert Gabriel Clemenssel karöltve ők számítanak a legeredményesebb német játékosoknak. Daniel Klózénak ellenben részt kellett vennie a selejtezőn, mégpedig mivel ő Tourcard birtokos, nem is a Host Nation Qualifier-en, hanem a Tourcardosoknak fenntartott selejtezőn tudott kvótát szerezni. Két mérkőzést kellett ehhez játszani. A Aaron Monkot 6-5 arányban győzte le 89,92-es átlaggal, míg a bejutásért Bradley Brooksot győzte le 6-4 arányban 90,92-es átlaggal. Tehát Klose képes a jó játékra ugyanúgy, ahogy Ricardo Pietrescu. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis hírig mérkőzés lehet. Egy picit én a bevonuló zenék alapján Klose felé billennék, hiszen aki Joe Esposito You're the Best dalára vonul be, karatekölyök fanok előnyben, illetve Cobra Kai fanok előnyben. Azért, na, hát akkor ez... volt gyerek, amikor ezek a filmek mentek. Ez hát most 43 éves Klose. 79-es születésű. Igen. Egyébként Pietrescu-ról is nagyon kevesen mond mondanák meg a külleme alapján, hogy már 28 éves, de tényleg de nem bántásban mondom, mint egy nagyra nagy gyerek egyébként, olyan, főleg, olyan. Ezzel, főleg ezzel a Pikachu image-zel. Meg ahogy kikacsint a nézők közé, tehát aranyos srác, és azért tud dárcozni is. És kiváló dárcjátékos, így van, ami egyébként ezen a területen nem hátrány. Na itt van Pikachu. Na, tele vagyunk Pikachu fanokkal, majd lesznek ezek a pumpálhatós fejfedők a Pikachu formájú, sose jegyzem meg a nevét, de majd valaki kisegít úgyis mindjárt privát üzenetben. Viszont ugye, alatt... ha Daniel Klose úgy játszik, mint az elmúlt napokban, amikor ugye a Players Championship fordulóban eljutott egészen a döntőig, ott Price-tól kapott ki, szóval akkor bármi elképzelhető, mert ugye akkor megverte Peter Wright-ot az elődöntőben, legyőzte a világbajnoki címvédő Michael Smith-t, hogy más nem mondjak, de egészen döbbenetesen játszott. Legyőzte Chris Dobbit, sőt, legyőzte Gabriel Clemenset is. Ez az a Klose, akit kérdezhetném? Konkrétan az a Klose. Szóval egészen döbbenetes eredményei voltak, tehát úgy tűnik, hogy ilyen 40-es évei derekára kezd beírni a munka gyümölcse Klose-nél. És természetesen még az előző mérkőzés során, de megvárom a kiszállót, mert valószínűleg Pietrescu itt megoldja a dupla 18-at, vagy a dupla 9-et. Na? Valószínű. De ott van az, 15 nyilas játék. Természetesen Molnár Laci hazaért, és egyből kisegített, hogy a Finlizi dal előtt a... bocsánat, The Ordinary Boys, Boys Will Be Boys című dal volt Wade-nek a bevonuló zenéjek közt, Laci. Enélkül az információ nélkül nem tudtam volna nyugodtan álomra hajtani a fejemet, úgyhogy ja, és közben természetesen annyira nem figyelek oda, hogy a statisztikai táblázatom helyett Lacinak küldöm el, hogy 96 volt Klózénak az első dobása. Kis apró kis kulisszatitkok, amiket így megosztunk a nézőkkel, amik így tarkítják, vagy éppen nehezítik a munkánkat. Szépen kimérten dob Klose, és elég pontosan is, mert ez most egy 135-ös kör tőle. De azért Pietrescu-nak van a nagyobb tábora itt Jénában. Hatvanas kör. Á, és igen, ezt a sapit vártam nagyon. Három nappal ezelőtt Peter Wright-ot megverte ez az ember 7-3-ra. Száz. Igen, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy azért akik ott vannak a PDC-nek a mezőnyében, ugye az a 128 játékos, aki Tourcarddal rendelkezik. Függetlenül attól, hogy éppen hanyadik helyezést foglalják el a világranglistán, azok azért mindannyian tudnak dárcozni.
Persze, soha ne felejtsük el. És egy úgynevezett floor match, egy players championship, ahol nem színpadi körülmények között játszanak, nincsen közönség, ugye legfeljebb kamerák vannak és streamelik a mérkőzés, de nincsen ilyen zajongó emberáradat a háttérben. Steril körülmények között rendezett meccs. Igen, talán ez a legjobb jelzőre, hogy steril körülmények között játszanak. Ott azért bárki képes elkapni bárkit, tehát láttunk már azért karonvarjuk nem egyszer, nem kétszer, és a dupla 20 Klózénak, és ott is van, 15 nyilas játékkal válaszol. Úgyhogy itt egy pillanatig nem szabad azt gondolni, hogy ez akár egyik, akár másik oldalra egy full egyértelmű mérkőzés lesz. Már csak azért is, mert honfitársak, én úgy gondolom, hogy valószínűleg oda-vissza ismerik egymás játékát. Klóze az jó név Németországban, de Miroslav volt a nagy Klóze, ugye fociban. 43. Talán még a mai napig a német válogatott gólrekordere. Meg úgy tudom, hogy a VB-k történetének is ő a gólrekordere. Bizony, bizony. Ja, jól emlékszem, akkor pont Ronaldo, a brazil Ronaldo rekordját adta át a múltnak. Miket nem tudsz? Te szereted a focit. Igen. Van, aki a futballt szereti, rossz ember nem lehet, de vannak azért kivételek, és ezt tiszteletben kell tartani. Igen. Tehát elfogadjuk, hogy valaki nem szereti a focit, csak nem értjük. Igen. Százas Pietreckónak. De azért, ha nem gond, akkor vasárnap inkább jövök közvetíteni, és nem megyek ki a magyar csemetsre. De ez csak egy barátságos. Hát pont azért nem megyek ki. Ja. Meg itt jön Csvancsára, csehek fiatal új csatára. Hűha. Csvancsára, nem akarod megnézni? Nem. De szerintem a két session között megnézem online. Nem egy kapkodó típus. Nem, viszont nagyon hatékony, ő is ott van 12 nyílból 87 ponton, ellenben Pietreczko jöhet 32-re, akkor 16-ra, jó. És az már ott is van. 2-1 Pietreczkónak. Na, akkor most el lehet mondani a programot, Zsolti. Holnap délutánnal kezdünk, az esti menetrend az még nem alakult ki teljesen, de a holnap délutáni session az már teljesen kész van mind a 16 játékossal. A sorrend az úgy fog kinézni, hogy Andrew Gilding Madár Szrazmával kezd ennek a találkozónak, Jászapátin fognak nagyon örülni, ahol a tudtommal egyszemélyes Andrew Gilding Hungarian Fan Club található Ádám Judit vezetésével, akinek csak annyit üzennék innen is, remélem nézi a közvetítést, hogy 800, és ő ezt érteni fogja. Aztán folytatódik a program José de Souza és Mike de Decker találkozójával, ugye ez az a meccs, amit örültünk volna, hogyha Kovács Patrik vív meg de Souza ellen. Jön utána Krzysztof Ratajski és Ricky Evans, majd Josh Rock, Jules van Dongen ellen, aztán Ryan Searle a holland Kevin Dutz ellen, jön Danny Noppert és Dylan Slevin találkozója, Rob Cross és Brian Raman mérkőzése, és a délutáni etapot egy angol házi meccs, Joe Cullen és Stephen Bunting mérkőzése fogja majd zárni. És tekintettel arra, hogy azért már csak három hely kiadó a legjobb 32 között, én azért gyorsan rámennék az esti programra is. Az esti programban úgy nézünk ki, hogy rögtön egy holland házi meccsel fogunk kezdeni, Dirk van Dijvenbode, Roy van de Grint ellen, majd jön egy skót házi meccs, Peter Wright és Cameron Menzies találkozója, ezt követi majd Damon Heta és Florian Hempel összecsapása, a torna harmadik kiemeltje Luke Humphries ennek a mérkőzésnek a győztesét várja majd. És közben Klóze megoldja a 121-es kiszállót. Szóval Humphries várja ennek a meccsnek a győztesét, aztán jön Dave Chisnall a Luke Woodhouse Gabriel Clemens mérkőzés győztesével, Nathan Espinel a Simon Whitlock Gian Van Feen mérkőzés győztesével, Martin Schindler a hazaiak nagy kedvence Daryl Gurney ellen,
és az esti etapot Ross, Smith és Wesley Plaisier mérkőzése fogja majd lezárni, de az esti etapra majd azért még egyszer így ismét is gyanánt rámegyünk, meg holnap délután is úgy is el lesz még egyszer mondva. Köszönjük. És természetesen ugyanúgy, ahogy a mai napon délután 1 órától, illetve este 7 órától itt a Max 4 csatornáján mindenkit várnak majd szeretettel. Viktor, Csabi, illetve Laci, én holnap szabad napot vettem ki. Én megyek dajdajozni, aztán majd vasárnap visszatérek. Jó. Hoppá, 105-ös átlag fölött van Klose. Bizonyám. Na minden itt. Akkor nem volt véletlen az a Wright meg Smith elleni győzelem. Itt nincsenek véletlenek. Nem is szeretem ezt a szót, szerintem tényleg nincs, egyáltalán nincsen véletlen. Mindenek oka van. Véletlenül kiöntöttem a tejet, hát ügyetlen voltam, nem? Kilencvenkilenc Pietreckónak. Az ő átlaga sem rossz szám, 96 fölötti. A 145-ös nem lesz meg Klózénak, nézzük, hogy mennyire tud lejönni. 45 pontra, ott van a 100-as. Na 146-ra. 2-19-es tripla. Nem lesz meg. Sőt, hú, de elmérte mind a kettőt. Bizony, itt lehet az első lehetőség arra, hogy lássunk egy brékleget ezen a találkozón. 72-t azért hagy magának Pietreckó, de Klózénak egy 13-as kerekítő, és a dupla 16. Először vezetett a mérkőzésen. Első hibája kiszállóban. És a második rögtön követi. Nem oldja meg a 72-t Pietreckó. Vissza Klózéhoz, dupla 16. Az előtt kettőt hibázott. Már a harmadikat is elhibázta rá. Nézzük a negyediket. És az ötödik, és takar nagyon. Igen. Na, megtalálja a helyet? Pici rés azért még akad. Ugye az a baj, amikor nagyon az ellenkező oldalra kell kiállni, hogy nagyon könnyen keresztül tudja húzni az ember a nyilat a táblasíkján. És így járhat, mint ahogy Klose is járt. Elszólt 5 nyilat erre, és ennek meg lesz a bőtje valószínűleg. És az most már ott van Pietreckónál. Hát itt ezt megköszönheti Daniel Klosénak. Így az eddig tökéletes kiszállózását 28%-ra rontja. Igen, 2/2-ből csinált 2/7-et. Nézzük, hogy mennyire marad benne ez a fejében. Még arra is volt lélek jelenléte Pietreckónak, hogy koketáljon egy kicsit az operatőrrel. Emlékszel, Donald Sutherland csinált ilyet a, most a piszkos 12-ben. Igen. Pinkli. Emlékszel, ő volt Pinkli. Így van. Egy triple egy a soha nem jó. Még egy szektorhiba. 68 volt így mindössze a dobás. És Klose nagyon okosan 303-nál lent kezd. 19-esen kellene még egy tripla, hogy kiszállón legyen. Hopp, az ízelt lábúak azok mindig bezavarnak az ilyen rendezvényeken. Nézd meg, milyen kellemetlen kis szárnyas. Felváltott inkább 20-asra, de ott nem jött a tripla.
nincsen kiszállón, viszont nagyon aggodalomra sincsen egyelőre ok, hiszen Pietrecko egy 180-nal is csak utolérni tudja a Klózét, előzni semmiképp. Gyűjtögeti szépen a pontot. 140. Hogyha Klóze ennyire szektorbiztosan játszik, és körönként jönnek is a triplák, akkor szépen be tudja húzni ezt a leget is. 140. Már pedig is jönnek a triplák. Nincs tripla. Tizennyolcas és a dupla 16. Háromnyira még biztosan lesz Klózénak. Nem, ugye az előző legben is a dupla 16 volt a megoldhatatlan feladat számára. Öt nyilat is elrontott rá Klóze. Most ebben a legben egyelőre egy rontott nyilvát. Két kipattant lé! Ekkora segítséget nyújt neki. Hát ritkán látni ilyet. Megdöngette a kapufát kétszer. Na. Fúha. Na, az most már ott van. Kicsit nehezen, de sikerül megoldani. Így van, mindenki hozta eddig a sajátját. Hat leg után. És azért az eléggé beszédes, hogy egyelőre Klózénak volt reálisabb esélye arra, hogy lebrékelje Pietreckót. Ellenben Klóze kezdéseinél Pietreckónak nem volt még sansza, tehát konkrétan 100 pont alá nem tudott megérkezni azokban a legekben, amiket Klóze kezdett. Egyelőre lényegesen összeszedettebbnek tűnik Daniel Klóze az eddig mutatott játéka alapján. Első 9 színes mutatója 110 fölött van, közel 15 ponttal magasabb, mint Pietreckóé. És továbbra is jönnek a triplák nagyon szépen. Na, meg lesz az első 180. 180! Nagyon jókor érkezett. De mondjuk egy 180 sose érkezik rosszkor. 91-jel Pietreckó kiszállóra kerül. Azért kár. Le kell kerekíteni úgy is. De kellene a tripla 20. Megvan. És ott is van, megvan. Marad a 96. Na, egy big fish. Nem láttunk még ilyet. Elúszik. Mindössze marad a 86 pont. És akkor Klózénak tripla 20, dupla 18 a kombó. Megvan a tripla. Jó az. Higgyük el. Nem. Még révbe érhet ebben a legben Pietreckó. Az jó. Dupla 16. Ő megbedobja. 4-3. Ki fog először hibázni? Hát sanyargatják egymást szépen a két német. Igen, és még mindig ott tartunk, hogy Pietreckónak kellett kétszer is túlélnie Klóze brékelési kísérleteit. Hú, de jó. 121. És közben természetesen kaptam egy kiigazítást Lacitól. Arra a kijelentésemre, hogy 180 sosem jön rosszkor, erről győzzem meg Dirk van Dijlen Bode-t. Össze tudod-e kapcsolni? Nem, így elsőre, amikor a legendás VB, amikor 180-ról besokalt 180-nal. Igen. Elsőre nekem se állt össze egyébként a kép, de... Igen. De Szóza is dobott ilyet. Volt ilyenje.
Jó, de hát De Souza köztudottan matek zseni, úgyhogy őt semmiről nem akarjuk meggyőzni, ami matematikával kapcsolatos. Rendben vannak a tömegek mind a két oldalon. Igen, egyelőre a kiszállózás az, ami életben tartja ezen a mérkőzésen Pietreckót, mert neki 50%-os a mutatója, míg Klózénak 23%. Tripla 19, le kell menni. 97 pontunk van. Így is van. Engedelmes. És nagyon szép a kivitelezés, marad a 40 pont. Érik egy close leg. Az jó. Az is nagyon szép. 54 pont. Ez az első alkalom, hogy Pietreczko leér 100 pont alá close kezdésénél. Kevés. 4-4. És ilyen figyeltel, a dupla 20-at elsőre dobja. A dupla 16-tal meg szenvedett folyamatosan, ilyenkor azért el kellene gondolkodni a játékosnak, hogy lehet, hogy nem ártana menet közben váltani. 100. Kiszállózások, valamivel jobb ez az arány Pietreczko esetében. 96. Pártában marad ma este, Hófehérke? Hát, ha engem kérdezel, akkor remélem. 140-es kör Pietreczkótól. Valaki fölkérhetné egy táncra, ha meg nem sikerül, akkor petrezselymet fog árulni. 180! Ötven. Ez érdekes, igen. Nagyon jó a váltás. Hát valami asugja nekem, hogy aki az ötödiket hozza, az húzza be a meccset is. Nem tudom, hogy van-e annyi Daniel Klózéban, hogy felülkerekedjen a korábbi legek hibáin. Szerintem abszolút van. Tehát, hogy egyszer sem vezetett eddig a meccsen, de ki tudja. Lehet, hogy a végén beéri Pietreczkót. Tripla 20. Nem lesz meg a kiszálló 129-ről. Marad a 74-ről Pietreczko. Jó esélye, tripla 14, dupla 16 kombinációval fog próbálkozni. Meg is van a tripla. Dupla 8. Ott a hiba. Na, igen. Hoppá, hoppá, porszem került a gépezetbe. Itt az esély Klózénél. Nincsen meg a tripla, kell még egy kerekítő. És elrontja a kerekítőt. Szép. Nem hiszem el. Hetes. Akkor vissza Pietreczkóhoz. Az 5-4-ért. Nem tudom, hogy lesz ilyen közel valaha ezen a meccsen Klóze, hogy brékeljen. Már volt egy párszor. Megvan. 5-4 Pietreczkónak. Annyi a különbség, hogy ebben a legben nem dobott rá a duplára végül. Valami mindig bezavar. Az előző legekben a dupla, most a kerekítő. Valamikor egy moly lepke. Most már tényleg csak az a kérdés, hogy ha és amennyiben döntőlegre tudja menteni Daniel Klóze ezt a találkozót, hogy a döntőlegben van-e esetleg annyi, van-e annyi kraft, hogy ott megfricskázza Ricardo Pietreczkót. Az már az idegek harca, Zsolti, ott már azért megremeghet Pietreczko keze is. Igen, nem egy rossz mérkőzés, tehát itt nézzük, hogy főleg a tömegeket elnézve. Nyilván a tempó az egy picit visszafogottabb, nem
nem annyira dinamikus a játék, mint mondjuk egy Ricky Evans vagy egy Michael Smith esetében, ellenben a színvonallal nagyon szépen tudják ezt kompenzálni, mert nagyon pontosan játszanak mind a ketten. 140. Pietreckónak azért sokkal jobb a kiszállózása eddig. Ott a 140. Még jó lehet. Két tripla 20-szal. Csak egy lett belőle. Így nincsen kiszállón egyelőre Pietreczko. Klózénak figyelnie kell a matekra. Már váltani kell 19-esre. Lehet ott maradni, lehet visszaváltani. Hát igen, nem visszaváltott, csak nem jött tripla. És ez a baj. Így meglegyinti a kiesés Szelek Lózét. Ez lehet az első olyan leg, amit Klóze kezdett, és Pietreczkónak reális esélye van arra, hogy egyáltalán rápróbáljon a brékelésre. Az eddigi Klóze kezdések esetében mindössze egyszer volt arra példa, hogy Pietreczko egyáltalán megérkezett 100 pont alá, és abban a legben sem tudott rádobni a duplára. Ez egy 100-as, marad 104, úgyhogy Pietreczko átvehet itt most az irányítás, sőt, hát van háromnyila, hogy befejezze. Kell egy tripla, az megvan, 14. Ha. És ez így viszont mérkőzés nyíl, dupla 20-ra. Éppen, hogy de megvan, bizony. Kivár, vesz egy nagy levegőt, de nem dobja meg. Ennyit azért megérdemel Daniel Klose. Lesz a replika. Megpróbálkozhat a 104-jel. Maradni fog a 19-esen. Nem, átvált tripla 15-re, dupla 20. És ő sem oldja meg a dupla 20-at. Majdnem ugyanoda tűzi, mint Pietreczko. Újabb három mérkőzésnél Pikachu-nak. Be is vágták. Nem is mer oda nézni Pikachu. Izgalmas. Ott van! És ott van! Ott van! Rajzfilm hőssel, tehát találkozunk szombaton is. Bizony. És ahogy van a BDC Europe-nak ugye ez a slágere, amit beszoktak vágni a közvetítésekkel, ez a Wir Brauchen 180, ugye ebben van az a mondás, hogy treble is funny, but double makes the money. És ez most egy tökéletes példa ez a mérkőzés, hogy lehet, hogy Klose nagyon sok triplát dobott, nagyon jól fogyasztotta a tömeget, 109,83-as első 9 nyila, de a duplázáshoz mindössze 27% volt, ami viszont Pietreczkónál 46%, és ez volt végül is a mérleg nyelve ezen a találkozón. Szünet, és folytatjuk, mégpedig Luke Woodhouse és Gabriel Clemens találkozójával.